A tegnapi csúcsot is meghaladtam az új koronavírusos fertőzöttek száma Romániában. 3186 új esetet jelentettek, és 52-en hunytak el a vírussal összefüggésbe hozhatóan. Azonban nem csak Romániában aggasztó a járványhelyzet. Nem csak Romániában terjed megállíthatatlannak tűnően a koronavírus. Európa nagy részében hasonló jelenség tapasztalható. Több államban már az utcán is kötelező a maszkviselés, és van, ahol újra kiárási korlátozásokat vezettek be. Csehországban a legmagasabb a 100 ezer főre jutó koronavírusos fertőzések száma, csütörtökön már több mint 5 ezer új esetet szültek ki, emiatt az egész országban leáll a kulturális és sportélet, bezárnak a színházak, mozik és állatkertek, szabadidőközpontok és fürdők is. Ugyanakkor továbbra is kötelező az arcmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben, egészségügyi intézményekben és hivatalokban. Magyarországon 1176 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. Lengyelországban is rekordot döntött az új fertőzések száma, 4280 új esetet jelentettek. Kötelezővé teszik az ország egész területén a szájat és orrot elfedő egészségügyi maszkok viselését a nyílt közösségi tereken a szabadban is. Olaszországban 400-tól 1000 euróig terjedő pénzbírságot szabnak ki mindenkire, aki közterületen szájmaszk nélkül mutatkozik emberek közelében. Az elmúlt 24 órában 18.129 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Franciaországban. A legérintettebb városokban a bárok nem nyithatnak ki, az éttermek viszont szigorított óvintézkedések mellett működhetnek. Nem tarthatók meg a nagyobb szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok és a sportoláshoz alkalmas helyiségek, fitnesstermek, táncklubok, valamint az úszodák sem nyithatnak ki a felnőttek számára a következő két hétben. A Robert Koch intézet csütörtöki jelentése szerint teljesen ellenőrizhetetlenné vált a pandémia Németországban, és hamarosan a tízezret is meghaladhatja az egy nap alatt regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma. Spanyolországban, Madridban és kilenc környezővárosban kiárási tilalmat rendeltek el, ám csütörtöki ítéletében a Madridi Autonóm Tartományi Bíróság az erről szóló kormányrendeletet elutasította, így ez a tilalom a fővárosban nem alkalmazható. A világon 36,5 millióan fertőzöttek meg a koronavírussal, a halálos áldozatok száma meghaladja az 1 milliót.